Viszont én most arra kérlek, hogy nézzünk meg közösen egy bejátszást, mert hogy mindenképpen bemutattuk volna a hétvégi maroshegyi böndörödöt, amiben szintén részesek voltatok főszervezőként. Nézzük meg közösen akkor a beszámolót, hogy hogyan is sikerült ez a program. Nézzük! A multidéző hagyományőrző programot már harmadszorra rendezik meg. Kis Lajos 1950 óta él itt. Azt mondja, azóta óriási változáson ment át ez a terület is. Akkoriban óránként csak egy busz járt be a belvárosba, ma pedig már a maroshegyiek is fontos résztvevői Székesfehérvár vérkeringésének. Nem csak infrastrukturális fejlődésben, hanem kulturális életben is. Igaz, szüreti mulatságok régen is voltak. Szórakoztató jellegű volt, de nem ennyi embert mozgósító, mint amit most évek óta itt látunk. Ez egy lélekemelő az én részemről, hogy ilyen sok minden történik. Egy valami azonban megmaradt. Maroshegyen még mindig összetartóak az emberek, akár egy kis településen. A böndörödöt számon tartják, és évről évre aktívan részt vesznek a mulatságon. Én eddig inkább nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, mind a három évben, mind a két évben, és remélem ezúttal is, hogy ez nagyon jó, ez nagyszerű. Persze, ötletek mindig elhangzanak, azokat meg hát vagy be tudjuk építeni a következő év programjába, vagy esetleg nem. Van, hogy valaki szünetben felkéreckedik a színpadra, hogy a nagy közönséggel is megoszta énekes kedvét. És hát, miért ne? Most akkor láthatjuk, hogy a Tarisznya program előtt is volt élet, és van közben is, mert hogy azért ez a böndörödön lezajlott, ti meg már a következő programra tekintetek előre, hiszen a Gárdonyi Géza Művelődési Ház nagyvállalása, hogy minden mesével kapcsolatos programnak házigazdája, és mi lesz a következő? Hát a következő az szintén már egy hagyományosnak tekinthető rendezvényünk. Benedek Elek születésnapja kapcsán mindig szeptember végén ünnepeljük a Magyar Népmese napját, és amióta ez létezik, nálunk is megünneplésre kerül. Ezúttal egy rajzpályázatot hirdettünk meg Elekapó Madarai címmel, mert ez nagyon érdekes egyébként, hogy a gyerekek állandóan királykisasszonyokat és sárkányokat rajzolnak, ha Benedek Elekről van szó. Hát most gondoltuk, hogy ezzel, hogy a madarakra tereljük a figyelmet, ezzel egy kicsit próbáljuk kimozdítani őket a sémaszerű gondolkodásból és ábrázolásból, úgyhogy most ez a kiállítás lesz a kiállításnak a megnyitója és a pályázat eredményhirdetés lesz az egyik program. Nagyon sok munka érkezett? Igen, most ezt szám szerint nem tudom megmondani, hogy egészen pontosan mennyi, de még ma is láttam az asztalon egy csomó halom borítékot, hogy ez mind pályázat. Általában ezek gyerekek nagyon szeretik, nem tudom, remélem, hogy a pedagógusok is, de hozzánk mindig nagyon sok, hogy hívják, pályamű érkezik ilyen rajzpályázatokra. És akkor ezután, az eredményhirdetés után a Gabajda Bábszínház, egy személyes bábszínház fog egy mesejátékot eljátszani a gyerekeknek. Ennek pedig az a címe, hogy Csodakúta vagy az életvize, biztosan nagyon igen. Érdekes lesz, és ami fontos, ingyenes lesz a program. Az természetes, igen. Ez lesz szeptember 30-án, 28-án, bocsánat, mert szeptember 30-a Benedek Elek születésnap, és 28-án délután pedig tartjátok igen, a programot. Itt azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hál' Istennek a dolog megünneplésébe nekünk már évek óta jó partnerünk a Sárszent Mihály Zicsi Jenő Általános Iskola, ahol viszont egy háromnapos programmal szokták ezt megünnepelni, és bizonyos dolgokban, hát a költségeinket csökkentendő, próbálunk együtt dolgozni. Na most például a Gabajda Bábszínház fellépése az egy ilyen történet, hogy ne kelljen kétszer úti költséget
fizetni az iskolának is, meg nekünk is, tehát így akkor gyakorlatilag egy kanyarral Gabajda letudja ezt a dolgot. Először korábban ugye az iskolában, és akkor utána érkezik majd hozzánk. Tehát a 28-a az azért nem a napján ünnepelünk, mert egy kicsit azt is figyelembe vettük, hogy az ő programjukba mikor illeszkedik bele ez az előadás. Hogyha előbb nem, akkor 28-án irány a Gárdonyi Géza Művelődési Ház. Várunk szeretettel mindenkit, akit ez érdekel, illetve hát a televíziót is várjuk tudósításra.